A lelkes szülők idén is megszervezték a Tamási Ugrókötelesek jótékonysági báját, ahol szeretettel invitáltak mindenkit, akik szerettek volna velük mulatni a farsangi szezonban. Mi, amikor elkezdtük anno ezt az ugrókötelezést, azért vettük párfogásba a gyerekeket, mert a mi gyerekeink is első osztályba kerültek és jelentkeztek ide, de sajnos ők most 8-asok lettek, és most őket el kell búcsúztassuk, úgyhogy ez egy kicsit rendhagyó lesz. Az ajándékról nem tudnak, de azt tudják, hogy lesz egy kis búcsúztató. Kapnak egy névvel feliratozott, meg a logónkkal feliratozott pólót és egy sportáskát, ezt is a Tamási Ugrókötelesek logójával. A Tamási Ugróköteles közösség összetartása nem csak a bál körüli teendők kapcsán mutatkozik meg. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó közösség, a szülők is, tehát nagyon összetartanak, mindenben segítséget kapunk, ha kell vinni őket, akár egy fellépésre, versenyre, falunapra, saját autókkal jönnek, és ezt megoldjuk. Meg én úgy gondolom, hogy elég jó kis baráti viszony is van a szülők is, meg a gyerekek között is. A lelkes társaság, a rokonok és a barátok megtöltötték a katolikus gimnázium auláját. 140-150 főre számoltunk, de jelezték többen, hogy betegek, valaki csak a műsorra jött el, nem marad a bába, de ez a 140-150 fővel számolhatunk. Minden évben ugye a hagyományjal megnyitják a bált a gyerekek a keringővel, ott mindenki megmutatja, hogy az edzéseken milyen dolgokat tanultak, milyen ugrálásokat, és utána lesznek egyéni versenyek, amire a Kriszti készítette fel őket, meg a Dénes bácsi, utána lesz egy világító patronos műsor, ami nagyon szeret a közönség és mindenki, meg a gyerekek is, és utána mi készülünk a saját gyerekeinkkel, a felnőttekkel egy közös műsorral, majd a Jeruzsálem, ugye a Covid, ugye megéltünk egy Covidot is, és a Jeruzsálemet közösen azt is eltáncoljuk, és természetesen aki ismeri, az beállhat. Mindenki külső szemmel azt mondja, hogy ez, hát átugorjuk a kötelet, és hogy ez egy olyan kis egyszerű sportnak tűnik, és akkor megpróbáltuk, hát annyira nem egyszerű, ezért mi már nem is ugrálunk, mert sajnos sokat sérültünk, és most nem is az a meglepetés műsor sem egy ugrálás lesz. A sport komoly múltra tekint vissza a városban, a régi kettes iskolában indult el a történet. Azóta sok generáció felnőtt Dénes bácsi kezei alatt. 1992 óta folyamatosan működik a kötélugró csapat, és nagyon sok gyerekkel dolgozunk, jelen pillanatban is 50 ugróketelesünk van, és a versenyek mellett ez egyik legfontosabb számomra, hogy minél több gyerek mozogjon, sportoljon, érezze jól magát a ugrókötelező sportágban. Megyei versenyeken több első, második lezett, tehát dobogós helyet értünk el, illetve az országos versenyeken bent voltunk az első 10-ben, ami én azt mondom, hogy ez nagyon szép, nagyon jó, mert így a gyerekeknek még az egészségét szolgálja végig is a kötélgó sportág. Ha jól emlékszem, 8. éve működik ez a dolog a lelkes anyukák és a pártolók segítségével. Tehát ez csak akkor működik, ha ők is itt vannak és csinálják. A bál látogatottsága is egy visszaigazolás arra, hogy a sportnak közösségépítő ereje van. Nagyon sokan itt vannak, van, amikor 200 fölötti volt a bál résztvevők száma, akik tulajdonképpen a kötélgő sportágat kedvelik, pártolják, kíváncsiak a gyerekek szereplésére, gyönyörködnek a gyerekeknek a műsorában. A heti rendszeres edzés kiegészült a bál előtt egy plusz edzésnappal, hogy az ugróköteleseknek lehető legjobb formájukat mutassák meg szerető közönségüknek. Minden hétfőnként leszoktunk járni a suli aulájába, és igazából nekünk csak szerdánként szokott lenni hétfőnként szokott lenni ugrókötelezés, de most, mivel van a világító patronos fellépés itt a gimi aulájába, ezért szerdánként is lejárok. A fiatal ugrókötelesek között többen vannak, akik már sok évet tudhatnak maguk mögött ebben a sportban. Nagyon jó a közösség, meg úgy szeretem az ugrókötelet, mert régóta csinálom már, ez a 8. évem, és egyszerűen nem tudnék ugrókötél nélkül élni. Vannak ugye könnyebb és nehezebb elemek is, hát szoktunk azért nehezeket is hozni ide, meg ugye mi versenyre is járunk, és szép eredményeket érünk el. Egy jó kikapcsolódás, szórakozás, és nagyon jól lehet érezni magunkat. Jól látni, hogy elértük a célunkat, hogy az emberek meglepettek, de viszont nagyon örülnek neki.
És valóban így van. A rendezvényeken osztatlan sikert arat minden alkalommal a Tamási ugrókötél szakosztály. A bálon befolyt összegből tervben van egy buszos kirándulás, és természetesen az eszközpark bővítése.